A hagyományokhoz hűen idén is katolikus szentmisével kezdődött a megemlékezés Bonyhádon pünköst hétfőn. Dietik a holmiukat és a bútorokat. Többet viszont nem. Csak a személyes tárgyaik maradtak azoknak a felvidékről Magyarországra telepített állampolgároknak, akik a Benes dekrétum áldozataként maradtak fönn a történelem sodrásában. Rájuk emlékeztek június első hetében, pünköst hétfőn Bonyhádon. Szép a mező, meg szépül a virágtól, magyartól a sarga kendős kis janytól. 1947 és 49 eleje között több mint 76 ezer felvidékén élő magyar gyereket, felnőttet és időset kényszerítettek arra, hogy házaikat, földjeiket hátrahagyva Trianon utáni Magyarország területén telepedjenek le. A Benes dekrétum magyar áldozatainak fűtetlen marhavagonokban kellett végleg elhagyniuk szűrőföldjüket. Rájuk emlékeztek most. Van 6 felvidéki település, akikkel szoros kapcsolatban állunk. Kulturális rendezvényeiken felkeressük őket, meghívnak bennünket, illetve mi pedig azt a hagyományt alakítottuk ki, hogy minden nagy találkozó alkalmával valamelyik felvidéki település bemutatkozik. Ez így történt most is. Alsószeliből érkeztek nagyon sokan egy busszal, és az ő tánccsoportjuk adja ma a kulturális műsornak a gerincét, illetve mesemondójuk is lesz. A bonyhádi hagyományőrzőknek köszönhetően az elmúlt években nem csak a városban, de az egész régióban megerősödtek a felvidéki magyar kapcsolatok. Nem csak Alsószeliből, hanem Félről érkeztek, még Udvardról, Tardoskedről. A leginkább Tardoskeddel tartjuk a kapcsolatot. Ott a augusztus 20-ai Szent István napokon rendszeresen föllép a kórusunk. A többi csoporttal is tartjuk a kapcsolatot, viszont hát az volt az érdekes, hogy amikor itt elkezdtük a találkozókat, akkor meghívtuk azokat a polgármestereket, ahova az ő falujukból a legtöbb ember telepítették, és addig-addig, hogy nagyon sok ilyen testvér kapcsolat alakult ki. Például a Mórágyiaknak van kapcsolatuk, most már testvér kapcsolatuk Féllel. Aztán Alsószelinek Zombával. Kakasnak például Deákival. Tardoskednek Bonyháddal. A Magyarországgyűlés 2012-ben döntött arról, hogy április 12-ét a felvidékről kitelepítettek emléknapjává nyilvánítja. De a legfontosabb az szerintem, hogy az elmúlt években a nemzeti összetartozás érzését, sőt élményét tudtuk megerősíteni. Ezt láthattuk éppen egyébként tegnap előtt, aki vagy a tévén keresztül, vagy interneten keresztül, vagy személyesen is ott volt Csíksomlyon, és láthatta azt, hogy az a 345 ezer ember mennyire fontosnak érzi azt, hogy ott legyen, újra zarándokként részt vegyen a pünkösdi szentmisén, illetve lovas zarándokként elvihettük a világ magyarságának ima üzeneteit azoknak, akik esetlegesen nem tudtak elmenni, és nem tudtak személyesen ott lenni a Csíksomlyon nyerekben. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolnamegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője most arról beszélt, a kormány 2010 óta rengeteg felújítást és beruházást hajtott végre a külhoni területeken azért, hogy az anyaországhoz való kötődés élményét minél több határon túli gyerek, nő és férfi tapasztalhassa meg. Közel 1000 óvodát újítottunk fel, illetve ezek közül mintegy 175-öt építettünk, vagy az egész Kárpát-medencében Magyarországgal együtt 3000 templomot, egyházi közösségi teret újítottunk fel, illetve építettünk, ezek közül 1600 határon túl valósult meg. Éves szinten kb. 5000 egyesületet támogatunk a munkájukban, fejlesztéseikben. A történelmi egyházaknak a beruházásait is támogattuk. A bonyhádi megemlékezést a felvidéki Alsószeli község hagyományőrzőinek kulturális műsora zárta.